Bánmór, a csillagos fény lovasai. Nyolcadik rege. Zete és Ilon. Zete királyfi mindenek előtt hazatért a világ közepére, a hármatos pusztára. Ott aztán töviről hegyire elmondta a történteket Réva királynak. Az meg adott mellé hát jó lovast a három nehéz küldetésre. Még aznap útnak eredtek, a hét paripa szinte repült a puszta fölött. Első útjuk az óperenciás tenger felé vitte őket. Vágtattak 77 nap és 77 éjjel. Végre elérték a pártot, ahol egy halász készülődött a vízre kilökni barkáját. Zete királyfi megegyezett vele, adott neki egy ezüstállat, csak vinné el őket a kis szigetre ahol valahát törbe királyért népével. A halásza a fejét csóválta, de elvitte őket barkáján. Hét ébe és hét napba tellett, mire elérték a kis szigetet. Megérkezve, azt mondták a vitézek, de már ez nehéz lesz, királyfi. Hogyan hozzuk fel a gyűrűt a feneketlen tengerből, hiszen oly mély itt a víz, hogy a belévetett kő is hét alló esztendeig merül, még a tenger fenekére hull. Zete királyfi nem válaszolt, letelepedett a sziget pártjára, és gondolkodni kezdett. De alig telt bele néhány szempillantás, hirtelen irdán az ősidők szürke hátú cethala dugta ki fejét a habokból. Így szól Zetéhez. Itt az idő, hogy megháláljam, amit értem tettél, királyfi tudom, mit keresel, segítek néked. Azzal alámerült, leereszkedett a világ gerincéig, ahova a törpe király gyűrűje hullott. Szájába vette, és felvitte a napvilágra. Felragyogott Zete királyfi arca, megköszönte a Cethának a segítséget. Azután vitézeivel visszahajózott a halász barkáján a pártra folytatta a kótyukat egészen addig, míg el nem értek az üveghegyekig. De már ez nehéz lesz, királyfi. Szűköltek a vitézek. Hogyan mászunk fel a legmagasabb üveghet tűfokára? A királyfi nem válaszolt. Leült a hegyek tövébe, és törni kezdte a fejét. Alig telt bele néhány szempillantás, vöröslő fényárat rájuk odafentről. Ahogy felemelik fejüket, látják ám, hogy az aranycsőrű, ezüstkármú, langszárnyú sólyommadar köröz olafön. – Itt az idő, hogy meghálaljam, amit értem tettél, királyfi. Tudom, mit keresel. Segítek néked. Azzal felröppent a végtelen magasba, egészen a legmagasabb üveghegy fokára, ahol a világ gyémán szíve billegett meglökte csőrével a gyémántot a langszárnyú sólyommadár, mire az egyenesen zete ölébe pottyánt. Felragyogott az árcák királyfinak, megköszönte a sólyommadár segítségét, aztán tovább lovagolt vitézeivel. Így értek el a nagy kerekerdőhöz. De már ez nehéz lesz, királyfi. Aggodálmaskodtak a vitézek hogyan találjuk meg a végtelen rengetegben azt a fekete paripát? A királyfi nem válaszolt, leült a fák tövébe, és törni kezdte a fejét. Alig telt bele néhány szempillantás, egy vörös bundás róka somfordalt a lábukhoz. Az egyik vitéz már-már megfeszítette íjat, hogy elejtse, de Zete leintette őt. Itt az idő, hogy meghallaljam, amit értem tettél, királyfi. Tudom, mit keresel. Segítek néked. Mondta a róka, azzal neki indult az áthatolhatatlan sűrűségnek, mögötte a királyfival és a vitézekkel. Mentek, mentek az erdőben, míg hetedik éjjel egy tisztásra nem érkeztek. Felragyogott az arca az ete királyfinak, mert az ezer éves tölgy törzséhez pányvázva ott állt a fekete taltos paripa, haltam fehér elefantson nyerekkel. Megköszönte a róka segítségét Zete királyfi, kivette a kulcsot a nyereg alól, s a vitézeivel visszaindult az ösvényen, amin jöttek. Megvolt immár minden, amit szélsüvöltő kért. A hét dalia meg sem állt hát értszhonig egyenest a sarkanyféreg párlangjaig. Nagyot nézett szélsüvöltő, amikor meglátta a fehér ruhas daliákat, élükön Zete királyfival. Hát még, amikor megpillantotta a törpe király gyűrűjét, a világgyémán szívét és golma tarnainak kulcsát. Rusnya sárkány! kiáltotta királyfi. Elhoztam néked a törpe király gyűrűjét, hogyha megéhezel, legyen halad, és soha többé ne a csingóz ember húsra. Elhoztam a világ gyémán szívét, hogy melenges gyeges pikkejeidet, és benetett többé lábad a puszta földjére, ha unod hon fagyos égövét. És elhoztam néked golma aránytarnainak kulcsát, hogy a tömérdek kincsben gyönyörködhess, és eszedbe ne jusson többé ember emberfiától elrabolni semmit. De aztán jól vigyázz, ha nem elégszel meg ennyivel, visszajövünk, és akkor véged. Elhűlt a sárkány, amúgy is jéghideg vére. Egy pillantást vetett zete szabjájának éles pengéjére, egy pillantást vetett zete íjának feszes húrjára, és jobbnak látta behúzni fülét, farkát. Ott füstölgött mind a hétfejével, még akkor is, amikor zete, egyetlen kárcsapással felnyitotta a vaskalicka rácsait, s kiszabadította szülőanyját és a világ szép leányt. Megölelték egymást először, mióta emőasszony megszülte gyermekét. A leány illendően köszönetet mondott. – Ki vagy te szép hugom? Kinél szebbet még nem láttam a végtelen, hármatos pusztán innen és túl? – kérdezte Zete királyfi. Kaldavitéz unokája vagyok, felelte a leány. Gyermek voltam, mikor elragadott a beste sárkányférek. Itt raboskodtam sokáig egyedül. Aztán szülőanyáddal egészen mostanáig, míg meg nem szabadítottál rapságomból. Tőle tudom, amit a világról tudok. Felkurjantott zete, felültette maga elé a leányt, maga mögé ősz édesanyját, és éjszaka lépte füléhez hajolt. Most szágul, jó paripám, száj oly gyorsan, ahogy még sohasem repültél. Vissza a pusztára, a világ közepére. Nem kellett kétszer mondani a fekete tartos paripának, mint a három helyet csak egy terhet vinne. Repült a felhők fölött, egyenesen a puszta végtelenje felé. A hatvitész még egyszer fenyegetően megrázta szabjáját a sarkány felé, aztán úsgyi utánuk. Volt öröm oda haza, a puszta népe hét naps, hét éjjel dalolt és táncolt. Réva királynál nem volt boldogabb ember, kereke világon. Talán csak a hű kalda és hármat, akik kisunokájuk helyett világszép leánt kaptak vissza. Zete és Ilon, mert így hívták a leányt, meg is ülték lakodálmukat azon S mint mondtam, hét éjjel és hét nappal tartott a vigalom. Csak úgy zenged belé a puszta. Éjjel a világ közepén gyújtott tüzek fénye, ellobogott talán még a reszketve dúló, fúló, szélsüvöltő párlangjaig is.